Köszöntöm Önöket, ez a Bonyhádi Napló. Bonyhádon már hagyományá vált, hogy minden évben a tél vége felé összegyűlik a város apraja nagyja, hogy színesebbnél színesebb maskarákba öltözve együtt intsenek búcsút a leghidegebb napoknak. Idén március 5-én rendezték meg a városi farsangot, melynek a város legújabb köztere a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögött található kaszinótér adott otthont. Már-már késő tavaszi hőmérséklet köszöntötte a jelenlévőket, akik ellátogattak Bonyhádon március 5-én a kaszinótérre, hogy a város jelentős kulturális hagyományőrző egyesületeivel karöltve együtt búcsúztassák el a telet. A Völcsék fővárosában még a 90-es években rendezték meg az első városi farsangot, akkor még a Német Nemzetiségi Kórus szervezésében, aminek feladatát később a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ vette át. A városi farsangot kezdetben szombaton tartották, azonban pár év után a keddi napra tértek át, amely sokkal inkább az időszakhoz köthető. Kedd a farsang utolsó napja, és ekkor volt régen is a nagy mulatozás, mert utána pedig jött a hamvazószerda, amikor már nem lehetett mulatozni, elkezdődött a nagy bőjt, és az utolsó keddet használtak fel arra, hogy egy nagyot mulassanak. És ez így volt a magyaroknál, székelyeknél, németeknél, mindenhol. A farsangfal kimulatságok fontos eleme a felvonulás is, amely szintén visszatérő eleme Bonyhád télűző rendezvényének. A Bartók Béla ifjúsági fúvós zenekar jeladásával a résztvevők elindultak a város fő utcáin, hogy hangos zajcsapással és énekükkel elűzzék a leghidegebb hónapot. A gyerekek körbejártak a falut, mégpedig egy kerékre helyezett Jancsival és Juliskával, akik ha húzták a kereket, akkor az ott forgott a tetején, és minden házba bekopogtak, és kaptak kis ajándékot, ezen kívül a fiúk pedig szintén körbejártak a faluba, és bekopogtattak, és jó kívánságokat mondtak, és ezért pedig fánkot kaptak, valamint kolbászt. Ezt elvitték a falu végére, vagy egy présházba, és ott egy jót lakmároztak. Ez volt a cipói szokás, és este pedig összejöttek a falubeliek, és egy nagyot mulattak. Tehát mi most ebből ragadtunk ki egy kis részletet. A kaszinótérre visszaérkezvén a hagyományőrző egyesületeké volt a főszerep. Először a Kerenclány Néptánc Egyesület adott műsort, amivel a korábbi hagyományként élő cikói gyermekfarsangokat kívánták feleveleníteni. Osztotta meg velünk Köllerné Kohilona, aki a kisebbségi önkormányzat elnöksége mellett a Néptánc Egyesület vezetője is. Ezután a Völcsék Néptánc Egyesület előadása következett. Ők a Kiszebábbal történő télűzést jelenítették meg. A jellegzetes baba szalmából készül, és általában egy nő alakot jelenít meg. Ezt később a felvonulás közben körbeviszik, miközben énekkel és különféle zajkeltő eszközökkel lármát csapnak. A kiszebábút el is égethetik, amit a rendezvény végén Bonyhádon is megtettek, ezzel a babona szerint a város lakóit megszabadítva mindenféle gondtól, bajtól az év hátra lévő részében. Változatosabbnál változatosabb témák, színek, érzések, hangulatok. Ha össze kellene foglalni egy mondatban Takács Nagy Judit festészetét, akkor ilyesfajta szavakat használnánk. A dombóvári festőnő kiállítása Bonyhádra is ellátogatott, melynek megnyitóját március 7-én tartották a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. The
Vörös Sándor Rózsa Rózsa Rengeteg című versének megzenésített változatával nyitotta meg Hajszer Beáta és zenekara Takács Nagy Judit tárlatát március 6-án a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban, Bonyhádon. A dombóvári születésű festőnő mindig is érdeklődött a művészetek iránt, azonban hivatásul mégis a pedagógusi pályát választotta. Amikor már kicsit több időm lett, akkor szántam rá egészen nagyon sok időt a festészetre. Sokat jártam tárlatokra, tanultam, tanfolyamokat végeztem, alkotótáborokba mentem, autodidakta módon is képeztem magam, és akkor így eljutottam ide. Festményeinek témái kezdetben tájképek köré sorolódtak, azonban mostanság már elég változatosak lettek. Alkotó műfajok teljes palettáját megjeleníti, legyen szó akár természeti képről, életképről, csendéletről, avagy arcképről. Technikájában kezdetben az akrilt használta, azonban később áttért az olajra, az anyag könnyebb használata miatt. Takács Nagy Juditnak fontos az elismerés, ezért a mai napig részt vesz alkotótáborokban is. Ez olyan inspiráció, hogy látok ott másokat is, és esetleg van táborvezető is, aki iránymutató is lehet, hogy nagyon érdemes évente legalább kettőbe elmenni. Emellett ugyan ritkábban, de szeret megmérettetéseken is részt venni képeivel. Volt olyan alkalom, hogy sikerült képével elismerést szereznie, de a festmény később egy árvelésen elkelt, így az sajnos nem látható a tárlaton. A kiállítás március 29-éig tekinthető meg a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. Elsősorban a szemlélet formálása célja annak a bonyhádi civil szervezetnek, amely a Bringa Lézek nevet viseli. A csapat tagjai úti élményeikről tartottak előadást, amiből kiderült, hogy egyre több család csatlakozik egy-egy túrához vagy versenyhez. Hogy mit jelent a Bringa Lézek kifejezés? Még a csapat tagjai sem tudják igazán, de jól hangzik. Lényeg a jókedv, a közös biciklizés élménye és az együttlét, mondják. Számtalan helyen fordultak már meg a világban, de az is jó program, ha csak egy családi biciklizésre jönnek össze. Nagyon sok helyen jártunk. Magyarországon egy családi kirándulásképpen indult ez az egész rendezvény, és tulajdonképpen a szükség hozta létre, mert mindenki szeret biciklizni. És mindenki tudja, hogy milyen otthon családdal vagy valahova el kirándulni, és ezt gyakorlatilag azt próbáltuk ki, hogy milyen ez társaságban. És így eljutottunk nagyon sok magyarországi helyre, illetve külföldre is. Nem csak a családos bringázást tartjuk szem előtt, hanem el szoktunk menni a versenyekre is, illetve külföldi bringa versenyeket meg is nézünk. Tehát nem csak, hogy részt veszünk a bringa versenyeken, hanem megtekintjük őket. A csapat rendszeresen visszatérő vendég 2014 óta a Giro Itáliának. No, annyira még nem jók, hogy benevezzenek, de a verseny megtekintése olyan számukra, mintha egy Barca drukker a Nókamban nézhetné egy meccset. Körülbelül 12-13 állandó tagja van, de mindig különböző biciklisekkel is találkozunk, tehát vannak máshonnan is bringások, akik szeretnek hozzánk csatlakozni. Messengeren tartjuk a kapcsolatot, és aki legelőször jelzi, hogy hova indul, a többiek is utána. A Messengeren keresztül tájékoztatjuk egymást, hogy mi lesz az aktuális túraútvonal, tehát Bonyhád, Komló például. És aki tud, az csatlakozik. Nagyon sokan vagyunk így, akik a Messenger csoportnak a tagjai vagyunk, és ezáltal tudjuk egymást tájékoztatni, hogy mi az aktuális útvonal, és mindenki tudja, hogy hol kell esetleg csatlakoznia. Budapesten voltunk, innen Bonyhádról elmentünk Budapestre, illetve Bonyhádról a Balatonra, egy ilyen 10 fős társasággal. Ott megalszunk, és másnap reggel elkezdjük körbetekerni a Balatont. És az gyakorlatilag 210 kilométer. Az is csodálatos élmény, amikor versenyeken 200-an, 300-an tekerünk együtt, mesélik. Imádunk a szabadban lenni, kicsit száguldozni, néha megállni, beszélgetni, sörözni egy kicsit, és ez összetartja a társaságot. Szóval egyfajta szemléletformálás zajlik. Bonyhádon egyébként is központi kérdés a biciklizés. Nincs még egy éve, hogy a város legforgalmasabb utcáján is helyet biztosítottak a kerekeseknek. A jó példa ragadós, hiszen a családok ifjabbik tagjai is komolyan foglalkoznak a kerekezéssel. Abszolút egy biztató dolog az, hogy nagy hát fater, meg ezek, stb.
tekernek, mivel mi fiatalok is meg tudjuk ízlelni azt, hogy ők, akikre felnézhetünk, tekernek. Minta nagyon jó, igen, örülünk, hogy sikerül összekovácsolni egy csapatot, és jó csapatban tekerni, mivel az atosok sokkal jobban figyelnek ránk ilyenkor, és sokkal észrevehetőbbek vagyunk. Igen, nagyon jó érzés egy csapat tagja lenni, és velük tekerni. A bringalézek azt remélik, példájuk ragadós lesz, és egyre többen csatlakoznak majd a csoporthoz, élvezve a mozgás és a szabadság örömét. A végére pedig sportot tartogattunk, a Bonyhádi KSM mutatkozik be, újfent. Nehéz, mi több egyre kilátástalanabb a helyzet, már ami az osztályzó nélküli bentmaradást illeti a bonyhádi férfi kosárlabdában. Az átszervezések után megerősödött az NB1B-s osztály elitjét képező piros csoportban rendre elvérzik a nyáron és menet közben is kulcsjátékosai egész sorát elvesztő, rutintalan fiatalokat bevető, ebben az osztályban a versenyképességhez szükséges anyagi háttérrel nem rendelkező bonyhádi. A Pakcsól érkező 18-19 évesek tehetségesek, lehet belőlük akár még NB1 alcsoportos szintjén is jó játékos, de Pup Bence és társai folyamatosan, megbízhatóan teljesítő rutinos játékosok nélkül a mérkőzések egyes szakaszaiban azért fölvillantják a partiban maradás a győzelem megszerzésének lehetőséget, de a 4x10 percben még mindig sok az üres járat, a ki nem kényszerített hiba. Ezeket általában az ellenfelek, akik többségében erőlétben és koncentrációban is jobbak, kihasználják. Ezért szomorú a statisztika, mindössze 2 győzelmet tudhat magáénak a bonyhádi KSK, mondhatni bérletet szerzett a jelenlegi utolsó sereghajtó pozícióra. Az egyik legutóbbi meccs az MTK Török Bálint elleni hazai elvesztése, ami már egyébként az utolsó fél percben a kezükben volt a sárgáknak, de kétszeri hosszabbítás után mégis megint vesztesen hagyták el a játékteret, már abszolút mindez demoralizálóak hatott a csapat minden egyes tagjára. Túlzás nélkül mondhatjuk, jobb volt a Bonyhád a rendes játékidőben ellenfelénél, és győzelmet érdemelt volna. De ott a végén a két büntető egyike sem ment a helyére, ráadásul kivezett helyzetbe. Sajnos tényleg nagyon rányomta a bélyegét ez a büntető dobás dologra. Úgyhogy nem tudok erre most mit mondani, mert tényleg mind nagyon sok olyan meccsünk volt, amit nyernünk kellett volna jobban játszani ebbe az évbe. Ez az év, ezt gyakorlatilag nem tudom mihez hasonlítani. Sokkal nehezebb kikapni 25-30 pontokkal, mint egy kétszeres hosszabbításon, mert azt azért megemészteni, hogy valaki gyakorlatilag fölbe döngöl minket idegenbe, vagy akár itthon is 30 ponttal, az nagyon nehéz. A hosszabbítás, ez a két hosszabbítás, igen, ez egy jó eredménynek számít nálunk sajnos ebbe az évbe. A nézőknek köszönjük, hogy még ekkora számmal mindig kitartanak mellettünk, és igen, próbálkozunk a következő meccsekre. Igen, sajnos ugyanúgy, mint tavaly, 2 meccsre kell készüljünk a play-out meccseire. Addig, ha ezt az időt, ami vissza van, az a pár hét, ezt felhasználjuk arra, hogy addigra minél jobb formába kerüljünk, és bízunk benne, hogy gyakorlatilag akkor ezt a pár meccset még nem az, hogy beáldozva, de sok olyan taktikai elemet kipróbálva, illetve gyakorolva, amit arra a két meccsen majd mi arra tudunk felhasználni, hogy bemaradjunk a piros csoportban. Lehetsz-e jobb a tavasz idényben, korábbi magadhoz képest? Nem ezt az egyéni dolgot nézem, tehát igazából a csapatnak rosszul megy, akkor nekem is rosszul megy, tehát, és a csapatnak sajnos rosszul megy. Igen, tehát egy kiemelkedő teljesítményről nem lehet beszélni a csapatnál, hogyha van 2 győzelmünk egyébben. Úgyhogy ezt sajnos itt nem beszélhetünk olyan, hogy valakinek jól megy, vagy nem, itt a csapatnak megy szarul. Ha ott állnánk az elején, harmadik, negyedik helyen, akkor azt mondom, hogy igen, akkor biztos lennének egyéni jó teljesítményünk, de sajnos idén nincsenek. Hamar kiderült, hogy az NB1B piros csoportjában való helytálláshoz mindenképpen több rutinos játékost kellett volna igazolnia a játékerőben jelentősen visszaeső Bonyhádnak. Ehhez a legkevesebb havi nettó 500 000 forintért rendelkezésre álló kosarasok leszerződtetésére semmilyen forrás nem állt, és nem is áll rendelkezésre. Ez a bajnokság, ez nem tudom, hogy mennyibe szolgálja a magyar kosárlabda érdekeit, hiszen olyan fizetésekkel szerződtetnek átcsoportos játékosokat az ellenfeleink, amivel mi nem akarunk, és nem is tudnak versenyképesek lenni. Mondjuk ez olyan 500 000 körül össze? Hát az még az átlagos, vannak olyan csapatok, ahol ez az átlagos, és
profi módon hetente 8-at edzenek, délelőtt, délután, gyakorlatilag majdnem, hogy ez a munkájuk. Tehát ezekkel kellene nekünk versenyben maradni. A bonyhádiak visszasírják a kelet-nyugat felosztást, a korábbi időszakot, persze nincsenek ezzel egyedül. Ezekkel nem nagyon tudunk mi lépést tartani, és nem is akarunk. És ilyen, van olyan csapat is, aki 500 000 forintért szerződtet, U20-as játékos. Ehhez képest a bonyhádi Paksról érkező U20-asok jóformán költségtérítés szintjén kosaraznak, de őket nem a pénz, hanem a felnőtt bajnokságban való megmérettetés lehetősége motiválja, szerencsére még. Amatőrök vagyunk, a Pakssal az együttműködésünk az kiváló, hiszen itt ma is bizonyított, azt hiszem a Pup Bence, a Dorogi és a Csobán Dávid is. Azt gondolom, hogy velük kell majd a jövő csapatát építeni. Azért egy 18-19 éves gyereknek itt a karmesteri pálcát átvenni, az nagyon nehéz. Érdemes lesz többet edzeni, többet együtt edzeni. Volt ennek az MTK mesnek a második negyedtől több olyan periódusa, amikor a két Somogyfokival, a palánk alatti munkájával időnként már a régi önmagát idéző Tömösvárival kezdett valahogy kinézni a csapatjáték. De az is kiviláglott, 4x10 perce, pláne a hosszabbításos meccsekre, nincs felvértezve a mai csapat. Ennyi volt már a Bonyhádi Napló, remélem, hogy jól töltötték és tartalmasan velünk ezt a szűk fél órát. Tartsanak velünk legközelebb is egy hét múlva, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.